A Sulek gimnáziumban nem a megszokott rendben zajlott a hét. Az érettségiző diákok megmutathatták, milyen tudásról gyarapodtak a 4, illetve 8 éves tanulmányaik során. Mielőtt meglátogattuk a végzősöket, elmentünk a primósokhoz is, akik figyelmesen hallgatták az előadást, és szinte nem is tudatosították, hogy alig néhány méterrel odébb érettségig zajlanak. Ami érthető, hiszen ők csak 7 év múlva tesznek bizonságot érettségükről. Messze van még, de hamar eljön az idő. Ezt igazolta barát Boris is, aki éppen matematikából vizsgázott. Boris a gimnáziumi tanulmányai során kitűnően tanult, minden évben kitüntetett volt, és az iskolát számos tanulmányi versenyen képviselte sikerrel. Matematika, történelem, földrajz olimpiákon vett részt, legnagyobb sikereit pedig a nyelvi versenyek megyei fordulóiban érte el, spanyol és angol nyelvből. De ez még nem minden. Német nyelvből háromszor is eljutott az országos olimpiára, s egyszer ezüstérmet nyert, egyszer pedig ő lett az első. Le a kalappal az ilyen szép eredmények előtt, és természetesen mi is gratulálunk neki a sikeres érettségihez. Köszönöm szépen a gratulációt, úgy érzem, jól felkészültem a vizsgákra, de mint minden diák, én is izgultam az érettségi előtt, amikor az ajtó előtt álltam, és arra vártam, hogy hadd menjek már be. De szerintem jól sikerült, mindent megtettem ezért, amit csak lehetett. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan teltek az évek a 8 éves gimnáziumban. Először azoknak a tantárgyaknak álltam neki, melyek érdekeltek, és persze időt hagytam azokra is, melyek nem igazán tetszettek, vagy éppen nehezebbek voltak. Úgy osztottam be az időt, hogy sor kerüljön mindegyikre. Kategorizáltam a tanulnivalókat. Ahogy már említettük, elismerésre méltó a nyelvtudása is. A tanulás során a praktikus gyakorlati dolgokra alapoztam, úgy éreztem fontosabbak, mint például a nyelvtan. A múlt idő alkalmazása például mindig nehezen ment, de sokat néztem a tévét, vagy beszélgettem emberekkel, és ez segített. Például a spanyol nyelvvel nyáron 2 hónapig foglalkoztam, még az iskolakezdés előtt, hogy elsajátítsam az alapokat. A suliban ezért már könnyebben ment. Most az angliai tanulmányaimra készülök, az érettségi érdemjegyek alapján nyertem felvételt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Utána néztem az iskolának. Az Imperial College Londont választottam, ahol informatika szakon tanulok majd. Azt is tudakoltuk Borisztól, hogy mit jelent számára ez a 8 gimnáziumi esztendő. Főleg a szüleim szorgalmazták ezt az iskolát, és amikor felvételt nyertem, elkezdtem ide járni. Rövid idő alatt sok barátra tettem szert. Jól ment a tanulás, jók voltak a tanárok, és elmondhatom, hogy a kezdetektől sikerrel vettem az akadályokat. Nem akadtak gondok, problémák. A Sulek gimnázium érettségiző diákja Matyej Andrejovics is, aki vérbeli sportember. A Komáromi Kosárlabda Klub neveltje, ifjúsági válogatott, aki 2 éve már a felkészülést elősegítő edző. Kitűnő diák volt, bizonyítványában a 2-es volt a legrosszabb jegy. Az iskola sport életében mindig számítani lehetett rá, kosárlabdában, röplabdában, kézilabdában, florbalban és atletikában is. Szerintem az érettségi vizsgák időszakában nem kell megijedni, pánikolni, felelősségteljesen hideg fejjel kell hozzáállni a dolgokhoz, nekiülni és tanulni, a vizsgán pedig megnyilvánul ez a szorgalom. Azt is megkérdeztük, mennyire sikerült összehangolnia a tanulást a sporttal. Minden héten esténként jártam haza, nem maradt sok időm a tanulásra. Igyekeztem napközben, az órák alatt jobban figyelni, minél több információt megjegyezni, hogy otthon ne kelljen sok időt tölteni a tanulással. A Pozsonyi Műszaki Egyetem informatika szakán szeretnék tanulni, ezt az irányt szeretném követni. Az egyetemnek van saját kosárlabda csapata, a férfiak az első ligában játszanak, remélem sikerül, beküzdenem magam. Összeállításunkban a 4, illetve 8 éves gimnázium érettségizőihez pillantottunk be. Az iskolában a tanév vége előtt még felvételik és zajlanak majd a 8 éves gimnáziumba. A jelentkezéseket a gimnázium titkárságára kell eljutatni legkésőbb június 20-ig.